Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal egy érdekes tanulmányt jelentetett meg, és ebben olyan javaslatok szerepelnek, amely a tojástermelést és a ketreces tyúktartást érinti, vagyis érinti a termelőket és a fogyasztókat is, hogy hogyan, erről lesz szó a most következő percekben Csorbai Attilával, a Baromfi Terméktanács elnökével. Ön úgy nyilatkozott egy lapinterjúban ezzel a javaslattal kapcsolatban, hogy a normalitástól és a valóságtól teljesen elrugaszkodott tervről van szó, amelyet szakmainak egyáltalán nem lehet nevezni. Miért? Hát első problémánk az ezzel az egész anyaggal kapcsolatosan, hogy gyakorlatilag kizárólag állatjóléti szempontból fogalmaz meg javaslatokat, és nem veszi figyelembe a termékelőállítás gyakorlatát, valamint aznak gazdasági és szociális hatásait. És azt gondolom, hogy ez egy igen nagy probléma. Mi van konkrétan ebben a javaslatban? Teljesen megszüntetni a ketreces csirkehústermelést vagy tojástermelést? Kicsit azért hadd pontosítsak, ketreces csirkehústermeléssel nem nagyon találkozhatunk. A tojástermelésben alkalmazott ez a technológia. Annyiban azért igaza van, hogy az EFSA az nem csak a ketreces tojástermelést szüntetné meg, hanem nagyon komoly, szűkítő, szigorító előírásokat tartalmaz a csirkehús előállításra vonatkozóan is. És igaza van, a végső terv az az lenne, hogy ezeket a madarakat a jövőben ne lehessen ilyen EU-konform, valóban csodálatos ragyogó technológiákba termeltetni. Tehát most, ha jól értem a szavait, az van, hogy a csirkehúsnál szabadon vannak az állatok, a tojástermelésnél tartják ketrecekben, de ha jól emlékszem, néhány évvel ezelőtt itt a ketreceket is meg kellett változtatni, és ez a termelőknek komoly beruházás jelenthetett. Ez abszolút így van, tehát gyakorlatilag ez egy folyamat, és nagyjából 10 évvel ezelőtt történt egy komplett technológiai váltás ebben az ágazatban, ami azt jelenti, hogy rengetegen nagyon sok pénzt, időt és energiát szántak arra, hogy az EU új normáinak megfelelő rendszereket építsenek fel a madaraknak. Na most ezt a rendszert akarná ez a javaslat megszüntetni, vagy további módon korlátozni ennek a termelési technológiának a létét, ami azt gondolom, hogy nagyon komoly fogyasztói kihatásokra is jelent majd problémát. Ez egyébként utóbbi kijelentése, ez mit jelentene? Én amikor ezt a beszélgetést ma reggel ajánlottam a hallgatók figyelmébe, akkor azt mondtam, hogy ez tulajdonképpen jó lenne a tyúkoknak, de nem lenne jó a termelőknek és a fogyasztóknak. De miért lehet ezt mondani? Hát az első körben azért feltenném a kérdést, hogy jó lenne-e a tyúkoknak. Hiszen humanizáljuk az állatokat, és egyáltalán nem biztos, amit ember elképzel, ez az állatnak is jó lehet. Hát gondoljunk el, itt egy olyan madárról van szó, ami a természetbe bujkált a ragadozók elől, és próbálta az életét védeni. De hát állategészségügyi szempontból sem biztos, hogy teljesen jó ezeket a madarakat szabadjára engedni, gondolva itt például a madárinfluenza járványra, vagy adott esetben olyan fertőző kórokozókra, amelyek például humán egészségügyi problémákat is okoznak. Ugye elfelejtettük már azokat az humán egészségügyi problémákat, mint például a szalmonella jelentett a korábbi évtizedekben, és nagyon komoly küzdelem volt, hogy miképp tudja megoldani az állati termék előállítás, hogy higiénikus és biztonságos élelmiszert tudjon előállítani megfelelő áron, tehát a fogyasztó képes legyen megvásárolni ezeket a termékeket. Ez a javaslatcsomag, ami most jelenleg még feldolgozásra vár, hiszen több száz oldalas tanulmányokról van szó, ez én úgy gondolom, hogy alapvetően a fogyasztó választási jogát is korlátozni fogja, hiszen nem lesz kérdés, hogy ő szeretne biztonságos, egészséges élelmiszert megvenni, hanem csak egy teljesen más dimenzióban, jóval drágábban fogja tudni ezt megvenni. Az is, aki szeretné ezt a inkább kicsit filozófiai előnyt,
mint az, aki azt mondja, hogy ő csak szeretne vásárolni 10 darab tojást, mert úgy gondolja, hogy ez az élelmiszer, ez neki teljesen jó és megfelelő lenne a táplálkozásában. Vagyis önök úgy gondolják, és a szakemberek, és kérdezem, hogy nyilván nem csak Magyarországon, hanem egész Európában, hogyha ez a javaslat megvalósul és kötelező érvényű lesz az unió összes országában, akkor a baromfi hús és a tojás ára egyértelműen emelkedni fog? Ez egészen biztos, tehát a javaslatcsomagban csak olyan elemek találhatóak, amelyek olyan többletköltséget fognak jelenteni a termelőknek, és ezáltal ugye az átadási árakban és a fogyasztói árakban is megjelenik ez a növekedés, amelyet nem választhat a fogyasztó, hanem egyszerűen kötelező előírás lehet belőle. Reméljük, hogy nem így lesz. Igen, épp ezt akartam kérdezni, vagy ezzel akartam folytatni. Említette korábban, hogy az állatvédő lobby állhat az egész javaslat mögött, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal tanulmánya mögött, hogy mekkora annak az esélye, hogy ebből lesz valamiféle kötelező érvényű szabály az uniós országok számára, illetve mi az ön tapasztalata, hogy az európai kollégák mit szólnak ez a javaslathoz? Hát először a második felével kezdeném a kérdésnek. Gyakorlatilag akivel eddig beszéltem, az Európai Uniós tagországok hasonló szervezetei közül mindannyian mélységesen megdöbbentek, hogy ennyire gyakorlat nélküli tanulmány hogyan születhetett, illetve hát hogyan készülhetett. Ez egészen megdöbbentő volt mindenki számára. A legtöbb nemzetközi szervezet egyébként most elkezdte tanulmányozni ezt az anyagot, hogy annak részben a tudományosságát, részben pedig a hatásait próbálja meg a jövőben bemutatni. Én nagyon bízom benne, hogy ezek a tárgyalások eredményesek lesznek, és sikerül egy kicsit a normalitások irányába megfordítani ezt a kérdést. Ellenkező esetben ugye a legnagyobb veszély az, hogy egyrészt megemelkedik a termékeknek az ára, és ezáltal visszaesik a fogyasztása. Ez egy óriási problémát jelentene több ezer család ér Európa szerte a baromfi tartásból, és ez nem volna nyilván célra vezető. A másik pedig, hogy eddig sem volt egyébként tilos ilyen termékeket előállítani. A legnagyobb probléma az volt, hogy egyszerűen a piac nem igényelte. Tehát nem volt hajlandó a fogyasztó többet fizetni olyan termékért, amely most idézőjelbe teszem, még boldogabbá tenni a tyúkot, vagy éppen a csirkét. Ha ezt megfizetné a fogyasztó, meg tudná és képes lenne megfizetni, akkor nyilván a piac erre reagálna, és megpróbálna olyan technológiákkal terméket előállítani. De mivel ezt nem fizeti meg, a fogyasztó alapvetően ár alapján vásárol, és ezt kihasználva gyakorlatilag törvényi vagy akár jogszabályi szigorítás az egyértelműen emelni a termékeknek az árát, és megfosztaná a fogyasztót a szabad választás jogától.